Vízügyi együttműködés, két határátkelőhely kialakítását is tervezi a Tiszán Magyarország és Ukrajna. Melegétel nyáron is, a rászoruló diákok a szünidőben is kapnak melegételt. Semmelweis nap, ma azokat tüntették ki, akik áldozatos munkával szolgálják a gyógyítást. Két határátkelőhely kialakítását is tervezi a Tiszán Magyarország és Ukrajna. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az átkelők várhatóan Badaló és Szatmárcseke, valamint Tiszakóród és Mezővári között épülnek meg. Az árvízvédelmi beruházásokat is összehangoltan tervezik. A magyar oldalon a Túr mellett és Kárpátalján is újabb árvízvédelmi tározók épülhetnek. Erről a tiszakóródi dunanapi rendezvényen tárgyaltak a felek, amit azért tartottak meg a Tisza mentén, mivel a Szőke folyó az egyik legnagyobb mellékfolyója a Dunának. Tiszakóródról indultak a vízügyi szakemberek és politikai vezetők ukrán oldalra, Mezővári felé, ahol hajóra szálltak a felek, hogy a Tisza közepén tárgyaljanak a két ország vízügyi együttműködéséről. Itt elhangzott, osztozik a két nemzet ezen a vízen, ami össze is köti a térségben érőket. Tilki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, a magyar kormány elkötelezett abban, hogy Kárpátalját minél közelebb hozza Magyarországhoz, ezért több helyen terveznek határátkelő helyet közúton és vízen is. Badaló és Szatmárcseke, valamint Tiszakóród és Mezővári között a tervek szerint a Tiszán épül majd híd, vagy komp segítségével járhatnának át a határon a térségben élők. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a határátkelő helyjel, amire persze azért legyünk őszinték, a magyar akarat megvan, az ukrán szándék is megvan, viszont az ukrán belpolitikai helyzet instabilitása egyelőre még nem vitte előrébb az ügyet. Mi bízunk abban, hogy a belpolitikai helyzet, ha rendeződik, vagy ha egy kicsit konszolidáltabb lesz Ukrajnában, Kárpátalján, akkor a politikai döntéshozók is rá tudják tenni a pontot arra, hogy végül hol is legyen és hány ilyen típusú határátkelő hely legyen. A felső Tiszán magyar oldalon a töltések erősítését folytatják majd a vízügyi szakemberek, a Túr mellett pedig egy árvízvédelmi tározó épül. Ezekhez a fejlesztésekhez alapvetően uniós forrásokat használnak fel, a tervek nagy része már el is készült. Az árvízi beruházásokat azonban az ukrán és a magyar félnek összehangoltan kell végezni. Általában az ukrán féllel határvízbizottság keretében együtt gondolkozunk, hiszen most is egy olyan helyen vagyunk, ahol a folyó egyik oldala magyar, magyarok védekeznek, másik oldalán ukránok, kárpátaljaiak védekeznek. Ezt össze kell hangolni, hiszen nem engedhető meg egyik fél a másik fél ellenére fejlesszen. Ezeket az összehangolásokat megtesszük. Ez azt jelenti, hogy javaslunk két tározót kárpátaljai területen megépíteni, plusz javasoljuk itt nem messze tőlünk a jobbparti töltés erősítését ukrán területen megvalósítani. A tárgyalásokat a Dunanapon tartották a szakemberek, mivel a Tisza az egyik legnagyobb mellékfolyója. Ezen a napon mi célszerű a Dunával, a Duna vízgyűjtőjén lévő folyókkal, vizekkel foglalkozni, hiszen az a célja, hogy ennek a problémájára felhívjuk az emberek, a kormányok figyelmét, hogy milyen figyelemre tart igényt a Duna és az itt lévő vizek, tehát a tisztaság miatt, a veszélyeztetettség miatt, és természetesen foglalkozni kell a vízkészletekkel is, a vízkészletek szétosztásával is a Duna medencében, hiszen ez egy jövőnek egy komoly feladata lesz. A rendezvényen részt vette az ország valamennyi vízügyi igazgatósága, akik főző tudásukat is összemérhették. 13 csapat halételeket készített. A gyerekek pedig szórakoztató programokon vehettek részt a Duna napon a Tisza mentén. Elindult a rászoruló gyerekek ingyenes étkeztetése a nyári szünet első napján. Idén 5,3 milliárd forintot fordít az állam a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. A tavalyi fejkvótát megduplázták, így 450-470 forintot fordítanak az önkormányzatok a napi egyszeri melegételre. A települések többsége, ha teheti, az idén is kiegészíti az állami támogatást, és tápláló, egészséges ételeket tesz a rászoruló gyerekek elé nyáron is. Vannak olyan családok, amelyben a gyerekek a nyári étkeztetés nélkül éhesen maradnának, ezért tartják az önkormányzatok fontosnak, hogy biztosítsák az egyszeri melegételt a rászorulóknak. Két ebédet hozzatok, kislányok! Nyírtelek az idén először pályázott étkeztetésre.
Körülbelül ez 80 családot érint most, de ez felmehet egészen 100-ig. Kétféle lehetőség van, vagy itt fogyasztják el az étkezékbe, vagy elviszik és otthon fogyasztják el. Ennek is megteremtettük a lehetőségét, természetesen kidobozolva mindenki hazaviheti. És azt gondolom, hogy ez a családoknak a nyári időszakra nagyon fontos segítséget jelenthet. Ezen a konyhán több száz személyre főznek, a rászorulók nagy része elviszi az ebédet, amit adagolnak, csomagolnak a konyhán. Ahogyan a közétkeztetésben, úgy a nyári ingyenes étkeztetésben is figyelnek arra, hogy egészséges és változatos étrendet alakítsanak ki. Ez pedig már a nagykálói konyha heti menüsora. Egy adag ebédet 450 forintból hoznak ki. A településen évek óta számíthatnak a rászorulók az ingyenes ebédre. Szökült a jogosultsági kör, ezért a tavalyi 260 eset után most a 220-an veszik igénybe ezt a lehetőséget, vagyis 220-an jogosultak erre a nyári étkezésre. Azt gondolom, hogy mi pályáztunk, mert fontos az, hogy minden úton segítsük a gyermekek nyári lehetőségeit. Étkezéssel kapcsolatosan ugye folyamatosan kapjuk azért a jelzéseket az óvodákból, iskolákból, hogy sokan vannak olyanok, akik az óvodában esznek meleg ételt. Ezért is tartjuk fontosnak. A nyári szünet beköszöntével indult el a nyári étkeztetés, amit az önkormányzat csak akkor tud biztosítani, ha a szülők kérelemben jelzik igényüket a jegyző felé. Információt a gyermekvédelmi szolgálatoknál is kaphatnak a rászorulók. A Magyar Egészségügy Napja július 1-e. Ezen a napon született a világszerte ismert és elismert magyar orvos Semmelweis Ignác. Az anyák megmentőinek emlékére országszerte ünnepségeket szerveznek és díjakat adnak át. Ma 30 elismerést nyújtottak át a megyeházán. Közel 5000-en dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kórházaiban, gyógyítók és az őket segítő egészségügyi dolgozók. A Semmelweis napon kitartó munkájukat méltatták. A gyógyító munkát hittel, kitartással és odaadással lehet végezni. A nyíregyházi ünnepségen lévő orvosok között sokan több évtizede vannak az egészségügyi pályán, és többen olyan területen dolgoznak, ahol nagy szükség van a szakemberekre. Sáhi doktor 1980 óta dolgozik a nyíregyházi kórházban, 2000-től a geri geriátriát vezeti. Nem véletlenül külön szakma a geriátria, mert az idős betegeknek a gyógyszerelése, kivizsgálása, stb. Viszont nagyban eltér a fiatalabb korosztályétól, más dolgokra kell odafigyelni. Nyugat-Európában a gerontológiának nagyon komoly múltja van. Nálunk még ez csak bontakozik. De hál' Istennek Nyíregyháza ebben az élen jár az országban. 30 milliárdos beruházási csomag valósult meg az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak osztályain. Új arculatot kaptak, megújultak. Javultak a munkakörülmények, és a kormány a következő évi költségvetésbe már beépítette az orvosok, ápolók bérkompenzációját is. A fiatal szakorvosok fizetése akár nettó 150 ezer forinttal is emelkedhet, mondta a megyei kórházak főigazgatója. Elindultunk egy olyan úton, amit szeretnénk elérni, ha csak a visegrádi négyeknek a szintjére tudnánk eljutni, az is egy nagyon komoly eredmény lenne. Itt, aki reálisan gondolkodik, nem gondolhatja azt, hogy egy év alatt, két év alatt ugyanazt a színvonalat el tudjuk érni, mint amit egy Németországban, Angliában dolgozó kollega elér. Azonban azt gondolom, hogy ezzel a fokozatos béremeléssel már egy olyan, hát hogy mondjam, olyan bért tudunk biztosítani, amely esetleg itthon tarthatja a kollégákat, vagy ugye most hát különböző, nem tudjuk a Brexittel mi lesz, tehát különböző, hát hogy mondjam, híreket hallva, lehetséges, hogy bizonyos kollégák vissza fognak jönni és itt fognak dolgozni. A Semmelweis napon orvosok és az egészségügyben dolgozók munkáját köszönték meg, valamint főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak. Reggel megszólaltak a szirénák Nyíregyházán, gyakorlatot tartott a polgári védelem. Évente egyszer így ellenőrzik, hogy megfelelően működnek-e a berendezések. Éles helyzetben nem csak szirénáznak, de tájékoztatják is a tennivalókról a nyíregyháziakat. Még a galambok is szétrebbentek a sziréna hangjára, a nyíregyházi városháza tetején is vannak hangszórók. A városban ezzel együtt négy helyen szólalnak meg a szirénák vész esetén. Az érkerti lakótelepen található az egyik ilyen sziréna, a Tolli utc 56 szám alatt, a Kossuth tér 1 szám alatt, Örökösföldön a Fazekas János tér 7 szám alatt, és az Ungvár sétány 1 szám alatt.
Deák Lászlóné nyíregyházi katasztrófavédelmi megbízott sorolta fel a 4 helyszínt. Azt mondta, ha éles helyzetben szólal meg a sziréna, zárt helyre kell menni. A katasztrófa riadójelzés észlelése esetén a lakosságnak elsősorban ilyenkor a szabad területről védett zárt területre kell bemenni, és ott kell megfelelő védelmet biztosítson magának, onnan figyelje a helyi médiát, a közleményeket, és innen kapja majd a megfelelő tájékoztatást a további teendők érdekében. Évente egyszer kell kipróbálni a szirénákat. A mai gyakorlaton kiderült, minden berendezés megfelelően működik Nyíregyházán. 5 forinttal többet fizethetünk a benzinért szerdától, ezzel megtörik az eddigi árcsökkenés, hiszen az elmúlt hetekben egyre olcsóbb és olcsóbb lett a tankolni való. Például múlt szerdán 2-2 forinttal csökkentek az árak. A mostani emelés után szerdától azonban már 344 forint lesz a benzin átlagára, a gázolajé nem változik, annak literje átlagosan 339 forint marad. Nézzük a híradó további témáit. 10 edzőmeccset játszik a július 30-ai bajnoki rajtig a Kisvárda Mastergood. Az MB2-es futballcsapat a felkészülés első teljes hetének vágott neki. Révész Attila együttese szerdán Ercsiben a Paks ellen lép pályára. Székszai Róbert utazhat az amszterdami Európa-bajnokságra, ugyanis ő nyerte a pótválogatót. A nyíregyházi diszkoszvető a szombathelyi U23-as országos bajnokságon 60 méter 58 cm-es dobással szerezte meg az aranyérmet, több mint másfél métert verve riválisára. Három órán belül elfogták azt a nyírbátori férfit, aki hétfő délután mellbe szúrt egy biztonsági őrt. Azért támadott, mert tetten érték lopás közben. Egy fém hulladékokkal foglalkozó telephelyre törbe társával, majd amikor a biztonsági szolgálat munkatársa ezt észrevette, és megpróbálta őket visszatartani, elővette zsebkését és szúrt. A megtámadott férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Rendőrautók hajtanak a nyírbátori utcákon, órák alatt kiderítették, hogy ki támadta meg a biztonsági őrt. 3 autóval mentek a rendőrök a helyszínre. A gyanúsított 48 éves nyírbátori férfi kezét hátra bilincselték, és letérdeltették a földre, majd autóba ültették. A férfi majdnem megölte a biztonsági őrt. Egy nyírbátor közeli telephely munkatársa értette lopáson 2 férfit, akiket megpróbált visszatartani, azonban egyikük egy késtántott elő és mellkason szúrta. A sértettet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A nyírbátori rendőrkapitányság munkatársai rövidesen azonosították, és néhány órán belül elfogták a közelben megbújó feltételezett tettest. A 48 éves nyírbátori férfit a megyei rendőrfőkapitányság emberülés kísérlet megalapozott gyanújával őrizetbe vette, 19 éves társával szemben pedig lopás miatt indítottak külön eljárást. A férfit már hétfőn este bevitték a fogdára, kihallgatták, úgy tudjuk, mindent elismert, de azt mondta, nem akartam megölni a biztonsági őrt, csak el akart menekülni. Dzsudzsák Balázs szülővárosában nyírlogosan is járt ma stábunk, hétvégére várják haza a focistát. Dzsudzsák Balázs édesanyja, Kósa Ildikó, a helyi iskolában fia dicsőségfalát is megmutatta. Ha valahol, akkor az biztos, hogy Nyírlugoson a legbüszkébbek az emberek rá, már csak azért is, mert 14 éves koráig itt élt velünk. Utána azóta pedig csak ritka vendég, mondhatom így, úgy nálunk, mint itt Nyírlugoson, de ahogy ide engedi, akkor mindig eljut hozzánk is. 10 edzőmeccset játszik a július 30-ai bajnoki rajtig a Kisvárda Mastergood. Az MB2-es futballcsapat a felkészülés első teljes hetének vágott neki. Révész Attila együttese szerdán Ercsiben a Paks ellen lép pályára. Az elmúlt hét közepén kezdte el a felkészülést a kisvárdai futballcsapat, a ráhangolás után pedig hétfőtől már teljes lendülettel belevetették magukat a munkába a labdával egyelőre csak kiegészítő eszközként találkozó játékosok. A tavalyi keretből 8 futballista távozott, helyükre egyelőre 5-en érkeztek, de vannak még kiszemeltek, és próbajátékosok is igyekeznek meggyőzni a szakmai stábot. Az egyik új szerzemény a 6-szoros válogatott Vermes Krisztián, aki legutóbb szolnokon játszott. A középső védő döntésében nagy szerepe volt annak, amit a kisvárdaiak elleni meccseken tapasztalt. Játszottam ellenük az őszi szezonban is, és most a tavasziban is.
és megtetszett az a játék, amit ők képviselnek. Beszéltem a Révész Attilával, nem kell sokat győzködni engem. Úgy gondolom, hogy vannak célok, egész jó a koncepció, ami fel van építve, úgyhogy ez szerint nagyon remélem, hogy egy jó bajnokság elé nézünk. A csapatkapitány szerint a legutóbbi szezonban újoncként kivívott negyedik hely után minden bizonnyal a korábbinál is jobban készülnek majd ellenük a riválisok. Tavaly azért mégiscsak egy feljutó csapatként máshogy néztek ránk, most viszont úgy gondolom, hogy ez a negyedik helyjel kivívtuk azt az elismerést, hogy máshogy fognak a csapatok készülni, jobban odafigyelnek ránk, így természetesen nekünk is nehezebb lesz, de ez nem hiszem, hogy akadályt jelenthet, tehát mi megpróbálunk mindig a legjobb teljesítményünket letenni az asztalra, és megpróbálni minél több mérkőzést megnyerni. A tavalyi 16-tal szemben az előttünk álló szezonban 20 csapatos lesz az NB2, a kisvárdaiak a mezőny első harmadát célozzák meg. Ilyen csapatokhoz szeretnénk mi természetesen tartozni, a célként ezt is határoztuk most meg. Valamennyivel kisebb költségvetésből az első 8 helyre kell odaérnünk, ez lesz premizálva a játékosok felé. Én úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik tavaly ezt a remek szereplést elérték, azok most is motiváltak lesznek, és azért is kell néhány friss játékos, hogy ez a fajta motiváció a új játékosokra is áttevődjön, illetve a régi játékosok, legyen egy pici versenyhelyzet és az abból eredő plusz motiváció. A kisvárdai csapat 10 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. Elsőként szerdán Ercsiben az NB1-es Paks ellen lépnek pályára erőség. A szezon július 30-án kezdődik, augusztus végéig a hétközi fordulóknak köszönhetően 7 meccset játszanak majd a csapatok. Szikszai Róbert utazhat az amszterdami Európa-bajnokságra, ugyanis ő nyerte a pótválogatót. A nyíregyházi diszkoszvető a szombathelyi U23-as országos bajnokságon 60 méter 58 cm-es dobással szerezte meg az aranyérmet, több mint másfél métert verve riválisára. Szikszai Róbert egészen az elmúlt hét közepéig nyugodtan készült az Európa-bajnokságra, mivel egy nemzetből hárman indulhatnak, és Magyarországon hárman dobták túl a 63 méteres nevezési szintet. Akkor azonban Savanyú Péter egy szekszárdi házi versenyen 64-15-re repítette a szert, és ezzel Szikszai elé került. Mivel a nyíregyházi versenyző idén minden alkalommal felülmúlt a riválisát, a szövetség szakmai igazgatója szétdobást rendelt el kettőjük között. A szombathelyi U23-as országos bajnokságon Szikszai 60 méter 48 cm dobott, ellenfele viszont csak 58-82-ig jutott, így az NSC atlétája utazhat az EB-re. Mindenféleképpen volt nyomás, hogy azért meg kellett vennem a Savanyú Petit ahhoz, hogy mehessek. Úgy gondoltam, hogy ebben az évben 60 méter fölött dobok stabilan. Ezt az egy dobását eltalálta, valószínűleg ideálisak voltak a körülmények is. Sikerült nyernem. Az Európa bajnokságig már a frissítésé lesz a főszerep. Kerekes László szerint tanítványa egy egyéni csúccsal akár a döntőbe is bekerülhet. Nagyon jó állapotban van. Bízom abban, hogy egy egyéni csúcs közeli teljesítményt fog nyújtani, és egy olyan a 12-be szeretném, hogy ott bekerülne. Az Európa-bajnokság július 6-án kezdődik Amszterdamban, a férfi diszkoszvetés selejtezőjét 7-én, a döntőjét pedig 9-én rendezik a holland városban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Két határátkelőhely kialakítását is tervezi a Tiszán Magyarország és Ukrajna. Az átkelők várhatóan Badaló és Szatmárcseke, valamint Tiszakóród és Mezővári között épülnek meg. Az árvízvédelmi beruházásokat is összehangoltan tervezik. Magyar oldalon a Túr mellett és Kárpátalján is újabb árvízvédelmi tározók épülhetnek. Erről tárgyaltak a felek ma Tiszakóródon. Elindult a rászoruló gyerekek ingyenes étkeztetése a nyári szünet első napján. Idén 5,3 milliárd forintot fordít az állam a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. A tavalyi fejkvótát megduplázták, így 450-470 forintot fordítanak az önkormányzatok a napi egyszeri melegételre. A Magyar Egészségügy Napja július 1-je. Ezen a napon született a világszerte ismert és elismert magyar orvos Samuel Weiss Ignác. Az anyák megmentőjének emlékére országszerte ünnepségeket szerveznek és díjakat adnak át. Ma 30 elismerést nyújtottak át a megyeházán. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 28-án kedden. Friss hírekkel szerda este is várjuk Önöket. Hírekért és videókért addig is böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap napos időre számíthatunk, újabb front egyelőre nem ér el bennünket, a magasban száraz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel csökken a felhőzet, majd gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor este még előfordulhat, az északi szél időnként megélénkül, majd éjszakára megerősödik, reggel általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 30 fokig emelkedhet a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét második felében meleg nyári idő várható, sok napsütéssel, az időnként megnövekvő felhőzetből eleinte csak kevés helyen alakul ki zápor, zivatar, a hét legvégén azonban több felé eshet, a hőmérséklet ismét egyre több felé emelkedik, 30 fok fölé.